törökkori zene vezette fel a Győrhöz közeli kisváros nagynapját, hivatalosan is átadták a Pannonhalma portát, ami egy turisztikai látogatóközpont, de valójában jóval több annál. A polgármester köszöntőjében azt mondta, a hiánypótló fejlesztés hiánypótló szolgáltatásokat nyújt. Az volt, és a mai napig is az a kitűzött célunk, hogy Pannonhalma a csodálatos természeti és épített környezetének köszönhetően ne csak egy egynapos turisztikai esemény legyen, és meghatározó szerep legyen a környezet turisztikai események között. Köszönhetően a Pannonhalmi Főapátság meghatározó szerepének úgy gondolom, kimondhatjuk, hogy a jövőnk a turizmusban van. A most megvalósult beruházás mind a mellett, hogy a hozzánk érkező turisták és látogatók céljait próbálja meg kielégíteni, az itt élők mindennapjaiban is fontos szerepet játszik. A térség országgyűlési képviselője azt emelte ki, hogy az elmúlt 15 évben nagyot lépett előre Pannonhalma, amely igazi kistérségi központtá vált. Pannonhalma minden értelemben térségi, vidéki, kistérségi központja lett a környező településeknek, és központja lett egy nagyobb térségnek is. Ehhez hosszú út vezetett el. Nyilván a hosszú útnak az eleje valahol 1000 évvel ezelőtt kezdődött, de ha a közelmúlt eseményeit elevenítjük fel, akkor úgy összegezhetjük, hogy az elmúlt 15 esztendőben egy nagyon-nagyon jelentős mértékű fejlődés, fejlesztés történt itt a városban, a főapátságban és az egész térségünkben. Nagyon sok szereplője van, igaza van polgármester úrnak, Vas Gábor polgármester úrnak, nagyon sok szereplője van, és nagyon sok szereplője volt az elmúlt hosszú esztendők fejlesztéseinek. A megyei közgyűlés elnöke is üdvözölte a beruházást. Németh Zoltán köszöntőjében azt mondta, a kormány támogatásának köszönhetően soha ilyen mértékű fejlesztések nem zajlottak a megyében, mint az elmúlt időszakban. Magyarország kormányának köszönhetően olyan mértékű fejlesztési források állnak rendelkezésünkre egész Magyarországon, és itt Győr-Moson, Sopron megyében pedig különösen, amelyre korábban még soha nem volt példa, és ennek köszönhetően minden megyei településen tudtunk lépni egyet-egyet előre, mindig olyan fejlesztéseket tudtunk megvalósítani, amire a településeknek szükségük volt, és régi álmaik között szerepel. És most Pannonhalmán vagyunk, ahol azért nem ritka dolog az ünneplés, hiszen nagyon sok turisztikai fejlesztés, műemléképületek felújítása történt meg az elmúlt időszakban, de azért valljuk be, többnyire ezek a főapátsághoz kötődő fejlesztések voltak. A járvány után teljesen átalakul a turizmus, erről már a turisztikai ügynökség programigazgatója beszélt. Molnár Anita kiemelte, Pannonhalma Győrrel együtt komplex kínálatot nyújt a kirándulók számára. Pontosan az volt a célunk, hogy a járványügyi helyzet elmúltával az ország turisztikai térségeiben, desztinációiban egy magas minőségű, komplex turisztikai élményt nyújtó kínálat jöjjön létre mind a belföldi, mind a külföldi vendégek számára. A belföldi turizmus valóban új lendületet vett, azt kell mondani, hogy Magyarország vidéke, a vidéki turizmusa a reneszánszát éli. Áld meg azokat is, akik ide bejönnek, és innen kimennek. A Pannonhalmi főapát áldotta meg a Pannonhalma portát, amelyben Turinformirod a helyi termékbolt, kerékpáros és e-bike centrum és egy 100 fős étterem is helyet kapott. Utóbbit a 2018-as konyhafőnök szuper döntőse Nagy Eszter üzemelteti. Mindig nagy álmom volt, hogy legyen egy éttermem, és sose volt az, hogy beleszerettem volna egy helybe, egy épületbe, és amikor felajánlották a lehetőséget, hogy lehet erre pályázni, akkor azt mondtam, hogy ha ez nem lesz az enyém, akkor én bizony belepusztulok. Úgyhogy hál' Istennek sikerült megnyerni, nagyon sok munkánk van benne eddig. Jó lett volna, ha lett volna még egy hét, hogy egy kicsit jobban felkészülhessünk a nyitásra, de azt gondolom, hogy készen állunk. Nagyon jó a csapat, nagyon-nagyon szépen szeretném megköszönni nekik ezúton, hogy éjjel-nappal dolgoztunk az utóbbi napokban. A most átadott központ legnagyobb attrakciója egy egyedülálló kiállítás, ami egy időutazásnak köszönhetően a törökkori végvárak világába repíti el a látogatókat.